december 23-án, karácsony előtt egy dupla csík koncerttel örvendeztették meg az ajkai, és nem csak az ajkai közönséget, hiszen messzebbről, távolabbról is érkeztek a mai dupla koncertre. Milyen zenei anyaggal készültek ma estére? Tulajdonképpen azokkal az éppen aktuális dalokkal, amiken dolgoztunk, illetve olyan zeneszámok is vannak, amik az Adventhez kapcsolódnak, hiszen az Advent utolsó napjáról van szó. És meg van olyan dal is, ami az évvégi nagy új búcsúztató koncert miatt is fontos, hogy azért gyakoroljuk is egy kicsit, úgyhogy ilyen összetett a dolog, de az biztos, hogy a régi slágereket mindig muszáj játszani, és kell egy kis újdonság is, mert hiszen ezért szeretik a csapatot. Ilyenkor decemberben nagyon sok koncertet vár a Csík zenekar. Minden évben így volt ez? Most ez egy nagyon nehéz hónap, hogy így mondjam, mert nem volt ilyen intenzív teljesítés. Hát ezt a szervezőnk tudná megmondani, hogy jött ez ki, ez a nagyon sok előadás. Már még karácsony másnapján is lesz dolgunk. Bízom benne, hogy majd ezt a januárban majd jó kipihenhetjük magunkat. Hát akkor kell tenni a dolgunkat, amikor kérik, és remélem, hogy elégedetten fogják hallgatni. Én pedig azt gondolom, hogy ez alatt a 30 év alatt nem csak az országban, hanem a határokon kívül is egyre többen ismerték meg a Csík zenekart, és azt a fajta muzsikát, amit önök képviselnek. Amikor elkezdték ezt a fajta muzsikát játszani, akkor ön például gondolta volna, hogy 30 év után is a színpadon vastaps és dupla koncert, és gyakorlatilag állva tapsolnak a közönség soraiban a nézők? Hát, hogy melyik fajta muzsikára gondol? Elsősorban az a fajta muzsika, amit az autentikus magyar népzenének hívnak, azt mi annó azzal a hittel, meg azzal a szeretettel, igyekezettel próbáltuk tanulni, ami abból adódott, hogy táncosként megismertük, és nagyon megszerettük. És ez úgy magával ragadott, és ez egész életünkre ez rányomta bélyegét. És 10-11 néhány évvel ezelőtt történt az, hogy megszületett az a gondolat, sokfelé jártunk, fesztiválok, táncházak, nagyon sok kedves történetek voltak, és láttuk, hogy milyen jó érzik magukat az emberek, milyen jó, hogy magyarul énekelnek, hogy milyen jó, hogy a régiek igazi értékeit magukévá teszik ismét. És megszületett az a gondolat, hogy ne csak egy réteg műfaj legyen, ahogyan azt akkoriban mondogatták, hanem ez sokaknak jusson el, és legyen mindenkinek, akinek csak lehetséges ilyenfajta élménye is. És ennek a útja, módja, azt hiszem, hogy a feldolgozások voltak, és ez is egy másik lépcsőfok volt, egy nagyobb siker, aminek nem csak mi vettük a hasznát, hanem maga a közönség is. És azt hiszem, hogy még ez a mai napig is így tart. És természetesen nem szeretnénk megfeledkezni a magyar népzenéről, mert onnan indultunk, és azt azért mindig szeretnénk továbbadni. És hogyha már az érdekességekről szó volt, számomra az is érdekes volt a mai koncerten, hogy a cimbalom is, a gitár és mondjuk a brácsa egyszerre megszólal egy adott dalon belül.
Én azt hiszem, hogy ki kell használni ezt a hangszereket, a lehetőséget, amit a zenészek magukban rejtenek, hogy úgy mondjam. És nagyon sok esetben előfordult az autentikus falusi körülmények között is, hogy a klarinét együtt muzsikált a tambura bráccsal, vagy a cimbalom a prim tamburával, vagy éppen a gitárral, akár a Felső-Tisza vidékben. És főleg a mai világban nagyon sok furcsa hangszerelés van, de inkább most már csak az elektromos hangszerek és a számítógép adta a lüktetések adják a zenét. Mi úgy vagyunk, hogy addig jó, amíg egy ember alkotta hangszer, ember alkotta dallamot, ember alkotta módon adja elő, és akkor annak megmarad az a bizony szép emberi oldala, amit mindannyian nagyon szeretünk. Azt szokták mondani, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában, két prímás, hogy fér el egy zenekarban? Ez nagyon sok esetben a személyiségektől függ, az egyéniségek jellemi adottságaitól, a kultúrát együttműködésről függ, de nagyon sok esetben ez jól előfordult régi hagyományos cigány zenekarokban is, a régi kamarazenekarokban, akár a klasszikus műfaj zenészeire gondolok, de így a falusi zenekaroknál is. És akkor van ez a kidudás egy csárdában, amikor egymás már zavarja, vagy épp magát a közönséget zavarja a produkció. A közönség nagyon-nagyon szereti a régi csíkzenekar dalait, a régi autentikus dalokat, de a mai koncerten is fölcsendült többek között Hobó, volt olyan dal, amit Presser Gáborral adtak elő, tehát tényleg, ahogy említette, nagyon sok egyéb műfaj felé kikacsingatnak. Hogyan dől el, hogy kihez nyúlnak, melyik zeneszerzőhöz, vagy melyik műfaj az, amit kipróbálnak? Hát sokféle szempont előkerül ilyenkor, mert maga a népzene, az egy, meg maga a daloknak a versei, ez egy fajta a népköltészet, az egy nagyon sajátos és nagyon szép és mesteri módon, ahogy a szóképekkel, a szimbólumokkal dolgozik. Ez már meghatározza, hogy milyen szintű szövegű dallamokhoz nyúlhatunk, illetve maga az is, hogy milyen harmóniák vannak, és milyen jellegű, tehát nem biztos, hogy egy hip-hop zenés stílus illene, vagy egy kőkemény rock zene, bár az is igaz, hogy van olyan népzenei dallam a férfi táncaink közül, az erdélyi ritka magyar, ami olyan keményen tud megszólalni, mint egy rockzenekar, ha az tényleg nagyon meg van csinálva. És sokszor maguk a harmóniák sorai, például Szabó Attila, aki elsősorban a feldolgozásokat szokta hozni, őt sokszor az ad neki ihletet, hogy annak az adott könnyűzenei dallamnak a harmónia sora hasonlít egy magyar népdaléhoz, és akkor így eszébe jut a másik dallam. Ez is sokat segít ebben a történetben, de mindenképpen az egy nagyon fontos dolog, az igényesség. Nekem mindig azért egy nagy öröm volt akár Presser Gáborral együtt muzsikálni, mert egy olyan fajta, ma is élő klasszikusa, a magyar könnyűzenének egy meghatározó zeneszerző egyénisége, akivel bizony nem kis dolog együtt muzsikálni. De ugyanígy öröm nekem, ha olyan autentikus kalotaszegi mérai táncosokkal dolgozhatunk együtt, vagy zenészekkel muzsikáltunk együtt, akik tényleg ott van még mindig a szívükben, a kezükben az eredeti régi mestereknek a tudása, a régi emberek érzése. Ezek mindig ilyen kedves pillanatok, újra töltő, feltöltődést adnak.
következik 2018-ban? Hát egy nagyon fontos évünk következik, mert akkor leszünk pontosan 30 évesek. Úgyhogy ez az egész év elsősorban erről fog szólni. És a tervek azok nagyon fontosak, mert reméljük megvalósulnak. Együtt fogunk dolgozni az Állami Népi Együttessel, az eddigi mesterekkel, akikkel dolgoztunk, akár Presser Gáborra, vagy a régi zenész barátokkal. Tehát sokféle szempontból egyfajta ünnep lesz, és egy úgymond egy kerek évforduló, egyfajta bezárás. Sugar.